És hát a Süsi, akivel az volt a legnagyobb probléma, hogy ilyen anyagot, amiből az ő figurája készült, ezt a Lévai kiválasztotta annak idején, rotír anyag volt, amiből ő azt mondta, hogy ebből kell csinálni. Uh-huh. Igen ám, de a gyár leállt egy idő után, ezt már nem gyártotta. Úgyhogy mivel egy Süsiből többet kellett csinálni, mert ennyi sorozatnál, ennyi filmnél elhasználódtak, ezért aztán később már a gyártól kértük azt, hogy gyártsa le nekünk. Üdvözöllek, dicső lovak, szép a ruhád! 1964-ben megalakultam a televízió gyártási osztályánál a Makett műhely. Ez a Makett műhely akkor 3-4 fővel volt, nem tudom, hogy a Kőber Tiborra emlékszel-e, ő volt a műhelynek a vezetője. És akkor megalakult ez a Makett műhely, akinek az volt a feladata, hogy a díszleteknek ornamentikákat, kellékeket készíteni, és mellette már akkor bábokat is csináltunk. De ez csak úgy egy-két báb volt különböző műsorokhoz, amihez kellett. Aztán később kezdődött az igazi nagy a mazsolával. A mazsolának már az teljes díszletét mi csináltuk, aztán készítettünk egéroperát, nem tudom, hogy emlékszel rá. Szóval elég sok bábműsort készítettünk, de kifejezetten nagy mennyiségben bábokat nem tudtunk, mert egyedül csak a Molnárné Deli Teréz volt az, aki igazából a bábokhoz értett, és ő volt, aki nagy bábkészítő volt. És aztán telt az idő, felépült a televíziónak ez a bázis a Bojtár utcába, és ott hát egy nagy díszletgyártó üzem készült, és ott kaptunk helyet, ami az előzőekhez képest, mert mi voltunk a templomba, Szabadságtéren kezdtük, aztán a templomba voltunk, utána a Csokonai utcába, és a végén kötöttünk ki a Bojtár utcába, ahol nagy műhelyt kaptunk, létszámot is emelhettünk, és akkor alakult meg a Makett műhelyen belül a báb műhely. Ez egy teljesen külön helységben volt, a Bojtár utcában az emeleten kaptak két szobát, ahol csinálták a bábokat, és akkor a báb műhelyben felvettünk olyanokat, akiknek a képességei iparművész. Tehát olyan tehetségek voltak, hogy bármelyikük, mint iparművész is megállta volna a helyét. És hát ők kezdték el a bábkészítést, és gyakorlatilag a Süsi volt az, amelyik igazán megindította ezt a folyamatot. Igen, igen. És hát a bábkészítők, aki a Deli Teréz, aki a bábműhelynek volt akkor a vezetője, akkor Szabó Márti, a Pap Judit, ők voltak. Gyakorlatilag négyen voltak, a Márta, a Teréz, a Pap Judit, és hát az Opkati. Uh-huh. Ők voltak azok, akik, és hát maga a nevek is, mert maga az Opkatinak a neve is olyan, aki garantálja az, hogy ami a kezéből kikerül, az nagyon jó és csodálatos lesz. És hát ők nagyon szép bábokat csináltak. Szóval ott arra odafigyeltek, hogy például egy szemnek mit használnak fel. Tehát, hogy bőrből, gomból, vagy másból, tehát oda nézegették ebbe, aztán részt vett ugyanúgy természetesen a Léva is, meg az Attila is. Jól tudja! Azt elhiszem, hogy jól tudja! Egy részük az iparművészetéről, más részük pedig, hát tulajdonképpen úgy válogattam ki, mert rám volt bízva annak idején, hogy vegyünk föl, és hát sokan voltak, tehát többen voltak, mint ez a négy fő, akiről beszéltem, de nem mindegyik vált be, és nem is mindenki. Ahhoz szeretni kellett a bábokat. Szóval aki nem szerette, az nem is tudta jól csinálni. Úgyhogy ez a négy ember volt az, aki aztán töretlenül vitte végig, segítséggel természetesen, mert mindig voltak, akiket felvettünk segítséggel külsősként, de őket úgy kellett kiválogatni, és hát azt hiszem, hogy jól sikerült. Tél, tűz, üzd, vár, nem a fár,
csak a fejét, hogy meg ne sántuljon! Én szerintem a Süsü volt a magyar bábfilm készítésnek a csúcsa, mert hát óriási sikere volt, és hát gyakorlatilag a mai napig is színházakban is még játsszák, még éppen most kerestek meg, hogy egy egyesületnek van egy ilyen kis színházi társasága, aki a Süsüt adja elő, és hát ott lerongyolódott a Süsüjük, hogy segítsünk nekik. És hát az, hogy ennek nagy sikere volt, annak több oka volt. Hát az egyik a rendezője volt. Szabó Attila szerintem az egyik legkiemelkedőbb bábfilm rendező volt. Sokan rendeztek és sokan próbáltak, de ő volt az, aki ezt nagyon-nagyon-nagyon értette. És tulajdonképpen, ha róla beszélhetek egy pár szót, az ő tevékenysége az nem csak abban merült ki, hogy amikor megkapta a díszletet, bábokat, akkor összeállt és megcsinálta, hanem attól kezdve, hogy megkaptuk a munkát, attól kezdve a Szabó Attila naponta kint volt a műhelyben. Ő ellenőriz mindent, amit készítettünk. Tehát például egy kelléket, azt úgy nézte meg, hogy egyáltalán a báb hogy tud vele bánni. Az Attila megkereste azokat a pozitúrákat, amivel hitelesebb az, hogy egy tányért fog, például egy tányér esetében. Úgyhogy ő nagyon felkészült volt, és nagyon, nagyon, hát aprólékos volt. Igyunk a segítségére! És hát a másik a Lévai, aki a terveivel egy olyan báb stílus teremtett, ő neki mindig leegyszerűsített formák voltak az ő stílusa, és hát itt a hátunk mögött a báboknál lehet látni, hogy miket tervezett. Egyszerűsített forma, de mégis amikor a filmen nézed, akkor ezek úgy majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy húsvér szereplő. Akárhány sárkány futkosít, ismerjétek az igazit. Mennyire számít az, hogy a báb tervező milyen, mit talál ki, mit rajzol le, és a rendező, aki ebbe aztán beleéli magát, és hát produkál. És hát gyakorlatilag az ő kettőjüknek az összmunkája, annak a csúcsa az volt, hogy a Lévai az mindig úgy tervezett, hogy mindig azt hittük, hogy túl kicsi az a díszlet, amit tervez. Amikor készítettük, akkor is úgy éreztük, hogy kicsi, és mindig bebizonyosodott, hogy pont akkora, amekkorának lennie kell. És ők ketten voltak azok, akik aztán az egész díszlet beépítést is megváltoztatták, hogy a kamera körbe tudott menni. Szóval, hogy egészen sokkal több felvételt lehetett leállás, átépítés nélkül készíteni, és hát ettől valóban más minőségűek lettek a filmek. Ők kettőjüknek a munkája. És hát tulajdonképpen hozzá kell tennem, hogy azok a bábkészítők, akik készítették, meg akik ezeken a forgatásokon ott voltak, amikor a megnyitó volt itt a kiállítás, itt volt a Kupcsik Gyuszi, aki egy kulcsembere volt az egésznek, mert ő volt ugyan a díszletek készítője, kellékek készítője, de hát őt a tréfástól kezdve mindenki ott felhasználta arra, hogy a tudását, a készségét, meg a szeretetét, hogy segítsen, hogyha valami kellett. Mert én vagyok a leges legnagyobb király! Az operatőr is, meg a tréfás, a fővilágosítója az, aki olyan szakmai képességekkel volt megáldva, gyakorlatilag a tréfás az első bábfilmtől kezdve volt a világosítója ezeknek a bábfilmeknek. Tehát ő is nagyon, és hát az Abonyi Antal, aki nem csak a Süsüt csinálta, hanem előtte is már a bábfilmjeinkben operatőr volt. Úgyhogy ez egy csodálatos csapat volt, aki ezeket a filmeket megvalósította. Süsü a híres kötörő, hegyet hord el és vissza ő. Oh, 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 oh. Mégis győzött a Süsü ész, lett is nagy
meglepetés. Felség, sértés! Füsütte drága egy komám, hadd csókoljalak szaporán. Ilyen, sűr, sűr.